Kedves barátaink, itt az örömhír. Húsvét van. Ja, és van még egy. Mégpedig az, hogy a sárvári oratórikus kórus iránt érzett elfogulatlan szeretetük jeleként, a nyári retrósok tábor előeseményeként, 2022 húsvétján csak itt, csak most, csak önöknek újra összeállt az Apostol Együttes. Rögtön egy maxi CD-vel rukkoltak elő húsvét alkalmából. Fogadjátok őket kitörő tapssal, színpadon tehát az Apostolósok! Boldog húsvéti ünnepeket kívánok! Zöld erdőben jártam, agyat sört azt jó hang! Mikor gyermek voltam, oknyulat építettem én, színes tojással, sonkás kockával díszítettem én. Aztán jött egy bácsi, meglocsolt a nővérem helyett, de utólag már sopánkodni kár. Késő felnőtt fejjel gyurmából csináltam már nyulat, mert a homoknál hogy volna azért sokkal stabilabb. Aztán jött a bácsi, megrocsoltam, ő csak önnevetett, és megitta az összes kölnyivet. Nem hagy nyugodni egy gondolat, hogy tojhat nyúl tojásokat. És miért pont húsvétkor tojik egyáltalán? Mi folyik itt? Nem hagy nyugodni egy gondolat, miért nem tojik tojás nyulat? Tojhatna nyúl is tyúkokat, de utólag már sopánkodni kár. Van egy jó adag rossz szörnyűzem, minden húsvétkor előveszem, még az öltönyömet is felveszem, aztán huss, aki bújt, aki nem. Menekül a sok lány, a sok anya, messziről érzik már jöttemet. Nő a lé, a kaja és a pia, de utólag már sopánkodni kár. Nehéz nyombért fekélyel sonkát enni, ma mégis könnyen megteszem. Ki fogom várni, amíg majd feljön, legfeljebb rád emlékezem. A tormától is rosszul vagyok, jól felbuffadok, az epém régóta cserben vagyok. A kemény tojást végképpen nem bírom, s az új hagymától elviselhetetlen lesz a kínom. Nehéz az okkeszűbe sonkát enni, ma mégis könnyen megteszem. Bele vagyok rúgva, úgy, mint az állat, de utólag már sopánkodni kár.